Egy óvónéni ott igyekszik a világ szebbét ételén, ahol a legfontosabb a gyerekek között. Hol mesevárat épít mosolyból és szép szavakból, hol almaágat rajzol. A Madarász Imre Egyesített Óvoda dolgozói is mély elhivatottsággal végzik munkájukat. A gyermekekkel példaértékűen foglalkoznak, és azon vannak, hogy megismertessék velük a közvetlen és tágabb környezetüket, és hogy ezáltal pozitív viszonyba kerüljenek a természeti, emberi és tárgyi világgal. A pedagógus napi ünnepségen köszönte meg a Karcagi Intézmény az óvoda pedagógusok áldozatos munkáját. Ez egy nagyon szép alkalom az intézményünk életében, hiszen a nyugdíjban vonuló kolléganőket köszöntjük. Az intézményünkből most hárman fognak elmenni nyugdíjba, két óvodapedagógus kolléganő, illetve egy Dajka néni. Ezt követi a jubileumi jutalomban részesülő kollégák, kolléganők, akik 25, 30, illetve 40 éve vannak a pályán. Ez alkalomból átadjuk a szolgálati emlékérmet három óvodapedagógus kolléganőmnek a 40 éves szolgálati idő emlékére. Természetesen, hogy a nyugdíjba vonuló kolléganőket búcsúztatni fogják az óvodapedagógus kolléganők a gyermekekkel együtt, hiszen egy 40 év lezárása nagyon szép pillanat, és éppen ezért ugye mi sem lehetne szebb, mint az óvodás gyermekeknek a műsora. Ezt követően hosszú évek óta intézményünk alapított egy belső díjat, ösztönző díjat, az év óvodája, az év óvodapedagógusa, illetve az év nevelő munkát segítő kolléganője, kollégája, és a nap végével ezt fogjuk átadni a díjazottaknak. Természetesen ez úgy működik ez a rendszer, hogy a 8 tag óvodánkból javaslatot tesznek a kolléganők, és a javaslatok alapján döntjük el, hogy kik azok a kollégák, kolléganők, akik érdemesek és valóban sokat dolgoztak ebben a nevelési évben az óvodás gyermekeinkért. Az intézmény vezetője hozzátette, nagyon örül annak, hogy a volt kolléganők és a már nyugdíjba vonult óvodapedagógusok is részt vesznek a rendezvényen. Ez a nap a szakmáról és a hivatásról szól, és arról, hogy kötetlenül beszélgethessenek. A rendezvény nyitásaként igazgatóasszony köszöntötte a megjelenteket, majd ezt követően Szepesi Tibor városunk polgármestere mondott beszédet. Önök az egyik legnemesebb feladatra vállalkoznak, hiszen a gyermekeket, fiatalokat tudásra, szívbéli jóságra tanítják, miközben saját tudásukat és jóságukat osztják meg velük, és a mindennapokban, és talán ez a legfontosabb a óvodai nevelő munkában, példaként is állnak előttük, mert a pedagógus, az óvodapedagógus nem csak tanár, nem csak óvodapedagógus, hanem nevelő és példakép is. És ahogy én is visszaemlékszem, és a saját gyermekeim éveire is visszaemlékszem, a nevelőink személye beleivódik a gyermekek személyiségébe. Válhatunk bármivé az életben, ezen életutunk alapjait óvónőink, tanáraink, nevelőink munkája határozza meg. Ebben rejlik az az óriási felelősség, amelyet önök végeznek, hiszen munkájukon múlik, hogy milyen emberekké válunk mi aztán a későbbi években. A rendezvény keretében búcsúztatták el a nyugdíjba vonuló kollégákat. Lővei Gáborné óvodapedagógustól a Csokonai utcai óvoda, Szabóné Szentesi Mária óvodapedagógustól, tagintézmény igazgatótól a Gépgyár utcai Szím óvoda, Mándoki Ferencné Dajkától a Táncsics körút 19 számú óvoda óvodásai, volt óvodásai és dolgozói köszöntek el egy-egy műsorral, valamint egy mesével fellépett Jónás Ricardo József, a Kinizsi utcai óvoda óvodása. 25 éves jubileumi jutalomban részesült Házi Gyuláné Dajka. 40 éves jubileumi jutalomban részesült Lővei Gáborné óvodapedagógus, Popovicsné Nagy Mária óvodapedagógus, Szabóné Szentesi Mária óvodapedagógus és Elek László fűtőkarbantartó. A 2023-2024-es nevelési évben az év pedagógusa lett Lővei Gáborné, Rauschenberger Gáborné és Péter Lászlóné. Az év pedagógiai munkát segítője lett Mándoki Ferencné Dajka és Szarkáné Lódi Zita Dajka. Az év óvodája díjat a Madarász Imre Egyesített Óvoda Csokonai utcai óvodája nyerte el.
Gratulálunk a díjazottaknak!